Első fejezet, a kis túlélő. A Privet Drive negyedik szám alatt lakó Dursley úr és neje büszkén állíthatták, hogy köszönik szépen, ők tökéletesen normálisak. Senki sem feltételezte róluk, hogy közük lehet bármilyen rejtélyes vagy szokatlan dologhoz. Ugyanis a leghatározottabban elzárkóztak minden sületlenség. Dursley úr, aki igazgatói posztot töltött be egy Granins nevezetű fúrógyártó cégnél, jókora, tagba szakadt ember volt. Aránytalanul kurt a nyakkal és hatalmas bajusszal. Dursleyné ezzel szemben sovány volt és szőke. Nyakdolgában a szokásos méret kétszeresével büszkélkedett. Ez kapóra is jött neki, mivel naphosszat a kerítésnél ágaskodott, és a szomszédokat leste. De Özlieknek volt egy csemetéjük is, Dudley, aki szüleinek egybehangzó véleménye szerint a legpompásabb fiúcska volt a világban. A Özli család semmiben nem szenvedett hiányt. Volt azonban egy féltve őrzött titkuk. Egyenesen rettegtek tőle, hogy kitudódhat. Úgy érezték, nem is élnék túl, ha valaki tudomást szerezne Potterékről. Potterné és Dursleyné nővérek voltak, de évek óta nem is látták egymást. Mi több, Dursleyné úgy tett, mintha sose lett volna nővére. Potterné és az a semmire kellő férje, ugyanis a lehető legdörzli-szerűtlenebb emberek voltak. Dursleyék bele sem mertek gondolni, hogy mit szólnának a szomszédok, ha a Potter perekutty feltűnne az utcájukban. Tudták, hogy Potteréknak is van egy fiúk, de sosem látták a gyereket. Úgy vélték egy jobbkal több, hogy távol tartsák maguktól a Potter család. A kölykük csak rossz hatása lenne az ő Dudleyukra. Az a borongós szürke kedv, melyen történetünk kezdetét veszi, Dursley úr és neje számára épp úgy kezdődött, mint az összes többi nap. A borult égen sem látszott semmi, ami arra utalt volna, hogy hamarosan szokatlan, rejtélyes dolgok történtek majd világszerte. Rejtélyes dolgok történnek majd országszerte. A munkába készülő Dursley úr tudorászva előkereste legunalmasabb mintájú nyakkendőjét, Dursleyné pedig kaján jókedvvel elmesélte a legfrissebb plegykákat. Miközben beletuszkolta bömbölő fiát az etetőszékbe. Egyikük sem vette észre az ablak előtt elszálló nagy, sárgásbarna paglyot.